halünnep 2021. Szombaton sokan gyújtottak a bográcsok alá, hogy megfőzzék a hungarikumot. Musicalek bűvöletében Weber darabjaiból válogattak a péntek esti zenés estre a Bajai Fiatalok Színházának szólistái. Futballpercek. Az elmúlt napokban két tornán is bajnokot avattak, előbb Baja, majd Európa legjobbjait ünnepelték. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió július 12-i hétfő esti híradója már is kezdődik. Jó hangulatban zajlott a 26. halünnep. A tavalyihoz hasonlóan a népünnepét idén is a megszokottól eltérő formában rendezték meg Baján. A gasztrokulturális rendezvény azonban így is népszerűnek bizonyult a résztvevők körében. Az érdeklődők az előre meghatározott három helyszínen készítették el a hungarikumot. Július 2. szombatja immár 2,5 évtizedei gasztrokulturális rendezvény a Halfőző Fesztivál ünnepe Baján. A járványügyi helyzetre való tekintettel a nagyszabású esemény idén is elmaradt. Azonban annak érdekében, hogy ne kelljen teljesen nélkülözniük a bajaiaknak a programokat, a hétvégén a város különböző pontjain szerveztek közös halfőzéseket. Július 10-én három helyszínen, Dunafürdőn, a Sugóvica Sportiskola udvarán és az önkormányzati üdülő területén gyújtottak a bográcsok alá. A padokat és a tűztálcákat a Baja Marketing Kft. Biztosította a résztvevők számára, a bográcsról és a halászlé összetevőiről a főzőknek kellett gondoskodniuk. Az újvárosi nyugdíjas klub 35 fővel képviseltette magát a rendezvényen. A klub vezetője, Slezák Károlyné elmondta, a csoportjuk egyik fő feladata, hogy a fiataloknak átadják ezeket a hagyományokat. Minden úgy marad meg, hogyha a hagyományt tiszteljük, már pedig a mi korunkban az arra kell nevelni a fiatalokat, meg főleg példát mutatni nekünk, hogy tiszteljük a hagyományunkat, mert az a nép, amelyik a múltját nem becsüli, nem ismeri meg a jövőjét. Baja a halfőző fővárosa, és ez nagyon fontos számunkra is. Az erdélyi gyökerekkel rendelkező, de már évtizedek óta Svédországban élő Dézsi Gábor elmondta, a világ számos pontján megfordult már, de a magyar ételeknél jobbat még nem talált. A svéd például készít egy halászlevet. Több fajta veszi a tenger gyümölcseit, kadlókat is, meg minden. Csinál egy alaplevet tengeri rákból, garnerarákból, a hajából. A garnerarák szalat még nem a bizonyos. Na most jön a különbség. Ők tejszínnel ízesítik, nem paprikával. Először furcsavon, de finom. A városvezetők, önkormányzati képviselők, intézmény és cégvezetők számára ezúttal a turisztikai központban terítették meg a fehér asztalt. A fogadáson díszvendégként Bajnai Gordon, egykori miniszterelnököt, és dr. Lampert Mónika, volt belügyminisztert is köszöntötte Nyirati Klára. A polgármester híradónknak elmondta, a halászlé szeretete az, ami leginkább összeköt minket, bajaiakat. Ez az az ünnep, amikor mindenki együtt tud mulatni, együtt tud örülni, és tudunk mosolyogni együtt. Ilyenkor nincsenek ellenségeskedések, és én azt szeretném, hogyha az egész év ilyen lenne. Azzal, hogyha a tradícióinkat őrizzük, azzal mindig a pozitív oldalt erősítjük, az optimizmust erősítjük, a jövőbe vetett hitet, a közösségbe vetett hitet. Hát egy ilyen közösségi alkalom, közösségi esemény, az összetart minket. Bajnai Gordon kihangsúlyozta, 25 éve rendszeres résztvevője a rendezvénynek. Idén közel 120 vendégével közösen főzik a hungarikumot. Nekünk bajaiaknak ez a gyökerünk, ez az identitásunk. Mi azt gondoljuk magunkról, hogy a halon, a sárközi zenén, a bácskai kultúrán, ezen a nagyon vegyes összetételű társaságon, amit Baja és környéke jelent, ahol sokácok, bunyavácok, szerbek, horvátok, svábok és más német országból ide vándoroltak, és persze mi mindannyian magyarok együtt élünk meg. Ez a közösség, ez a sokszínűség, ez a mély-mély mérőjövő identitás az, amit nekünk egy szóban a halászlé fejez ki. A körülmények ellenére tehát jó hangulatban telt az idei halünnep is. A rendezvény további részleteiről a Bajai Televízió Kultúra című magazinjában számolunk be kedden este 6:30-kor.
Ismét tragédia történt Baján. Egy fiatal férfi holttestét emelték ki a Kamarás Dunából szombaton. A rendőrség és a tűzoltóság este 6 órakor vonult ki a helyszínre. Meg nem erősített hírek szerint már 2 napja keresték a fiatalt. Pár héttel ezelőtt is volt egy haláleset a Sugovicán. A rendőrség az eset kapcsán ezúttal is felhívja a figyelmet a felelős magatartás fontosságára a vízben és a strandon is. A viharjelzések miatt a halászati miniskanzen helyett a Bácskai Kultúrpalota adott otthont július 9-én pénteken este annak a zenés eseménynek, amelyen Andrew Lloyd Webber darabjait elevenítették fel a Bajai Fiatalok Színházának szólistái. Az est bevételével a közönség a Bajai Hajómalom Egyesületet és a Bajai Színházért alapítvány tevékenységét támogatja. Most vissza, most vissza. Sok színű zenei élménnyel térhettek haza azok, akik pénteken ellátogattak arra a koncertre, amelyet a Dunaparti Zenés Estek című rendezvénysorozat keretében a Bajai Fiatalok Színházának szólistái adtak a Bácskai Kultúrpalotában. A 18 órakor kezdődő eseményen ezúttal Webber musicaleiből csendültek fel a dalok, amelyek nagy része már nem volt ismeretlen sem a közönség, sem az előadók számára. Ez egy régóta dédelgetett álmom volt nekem, hogy legyen Andrew Lloyd Webber koncertünk. Igen, ahogy te is mondtad, valóban mi is énekeltünk már Webber dalokat, sőt, volt már Webber musicalünk is, hiszen 2015-ben mutattuk be a József és a színes szélesvásznú álomkabát című művet, ami egyébként Webber első művei között szerepelt, még egész fiatalon írta Tim Rice-szal, akkori kollégiumi társával közösen. Viszont hát nem csak ez az egy musicalje létezik, hiszen 16 színházi darabot, 16 musicalt írt Andrew Lloyd Webber, és most igyekeztünk úgy összeválogatni a dalokat, hogy majdnem mind a 16-ból énekeljünk. A közönség az est folyamán többek között a Jézus Krisztus Szupersztár, a Sunset Boulevard, az Operaház Fantomja, a Macskák és az Evita című darabokból is hallhatott dalokat. Az előadók is várták a július 9-i fellépést. Hofbauer Boris stábunknak úgy nyilatkozott, énektanárral készült az eseményre. Választottam olyan dalt például a Macskákból, ami régi kedvenc, és hát talán tényleg 25 év eltelt, mióta utoljára énekeltük, úgyhogy egy kicsit ilyen nosztalgiából is. A másik kettő közül az egyik az egy nagyon kedves dal számomra, a Song and Dance beli dal, illetve az Evitából a Buenos Aires, az pedig kimondottan azért, mert nagy kihívás. Ugyanakkor egy nagyon ütős és vidám táncos, bulizós dal, úgyhogy gondoltam, hogy a sok kicsit komolyabb hangvételű Webber, tipikus Webber nóta közé, ez azért mégis valahogy más stílusú. Nékem volt a legjobb apám. A Bajai Fiatalok Színházának szólistái között a színpadra állt Nagy Alma Virág is, aki szeptemberben kezd majd a Színház és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakirányán. A felvételi nagyon jól zajlott, én nagyon szerettem, meg nagyon jó is volt a csapat. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy egy ilyen rivalizáló közösségben lennék, mindenki nagyon jól tudott együtt dolgozni. Úgyhogy nagyon jó emlékként maradt volna meg úgyis, hogyha nem vesznek föl, de hát így, hogy fölvettek, még jobb emlékként marad meg, és nagyon várom a szeptembert, hogy végre dolgozhassunk. Az est bevételéből a Bajai Hajómalom Egyesületet támogatják, a másik felét a Bajai Színházért Alapítvány kapja. A Webber estről nézőink a július 20-ai kulturális magazinunkban egy bővebb riportot is láthatnak majd, valamint az estről készült teljes felvételt megtekinthetik a következő napokban a Bajai Televízió műsorán. Megállítaná az építőanyagok drágulását a kormány. Mindannyian látjuk, hogy az építőanyagárak drámaian megemelkedtek. Azt is látjuk, hogy a piaci folyamatok ehhez hozzájárulnak, de önmagukban ilyen mértékű drágulást nem indokolnak, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti kormányinfón. Az áremelkedések megállítása érdekében a kormány engedélykötelessé tenné az építőanyagok és az építőipari termékek kivitelét az országból, amely október 1-től lépne érvénybe.
Múlt szerdától azonban bizonyos építőanyagokat már csak regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettséggel lehet csak értékesíteni vagy kivinni az országból. Ezek az acél- és vasipari termékekre, a homokra, kőre, kavicsra, valamint a sóderre vonatkoznak, de az építőipari termékek fuvarozását is nyomon követik majd. A drágulás tompításának érdekében kiegészítő bányajáradékot vezetnek be egyes alapanyagok esetében, amely szerint azoknak a cégeknek, amelyeknek az árbevétele meghaladja a 3 milliárd forintot, a kormány által meghatározott ár feletti részre 90%-os kiegészítő bányajáradékot kell majd fizetniük. Szintén a bányászatot érinti az a bejelentés, amely szerint a kitermelési kötelezettség idejét 2 évről 1 évre szállítják le. Azaz, ha 1 éven belül nem kezdi meg a cég a kitermelést, megfosztják a koncessziós jogától. A kormány ezen intézkedések mellett a GVH hatáskörét is tovább bővíti majd. Hazai és határon túli népzenészektől tanulhattak az érdeklődők a Duna Népzene Néptánc tanoda táborában. Idén 5. alkalommal szervezte meg egyhetes foglalkozását az intézmény a Bajához közeli Dunafalván. A résztvevők ebben az évben mezőföldi, erdélyi és kalocsai dalokat és koreográfiákat tanultak. Még a kánikula sem tántoríthatta el a fiatalokat a napi több órás ének és táncóráktól. Mint minden évben, idén is megszervezte egyhetes nyári táborát a Duna Népzene Néptánc tanoda azzal a céllal, hogy a népi kultúra iránt érdeklődők intenzív tanórák keretében bővítsék meglévő ismereteiket. A foglalkozásokon az intézmény oktatói mellett hazai és határon túli népzenészek is közreműködtek, így a gyerekek szakavatott művészektől tanulhatták el a népi ének, a hangszeres kíséret és a néptánc alapjait. Ez egyben egy szakmai találkozó is, hiszen Soprontól a Vajdaságig szinte az egész Kárpát-medencéből megfordulnak itt nálunk profik és laikusok, és nagyon fontos szakmai fórummá vált az, hogy a zenészek itt találkoznak és megvitatják a szakmai dolgokat, vagy akár a néptáncoktatók, akik egyébként évközben nincsenek együtt a színpadon, itt a gála műsorunkon közösen készítenek koreográfiákat, és közösen a gyerekekkel együtt találják ki, hogy mi legyen. A táborozók korcsoporttól függetlenül jelentkezhettek a dunafalvi foglalkozásra, így a legkisebbektől kezdve a középiskolásokig mintegy 130 fő vett részt az idei programon. Annak érdekében, hogy az óvodások számára is hasznosan teljenek a napok, az oktatók számos játékos feladattal készültek számukra. Rengeteg gyerekjátékkal készültünk nekik, nem csak népi gyermekjátékokkal, hanem csapatépítő, csoportos játékokkal, sorjátékokkal, mivel azért egy közösséget szeretnénk azért az egy hét végére összenevelni belőlük, mert több településről is érkeztek. Úgyhogy igazából egy játék után megindul a táncoktatás, ami az idei évben mezőföldi ugrós, illetve friss csárdást kért tőlünk Ölvetki Tamás, a táborvezető. Ezen felül mezőségi, valamint kalocsai dalokat és táncokat is tanultak a táborozók az egy hét leforgása alatt. Az énekes és táncos elemek mellett hangszeres órákon is részt vehettek a fiatalok, ahol többek között erdélyi, mélykúti és soproni zenészektől leshették el a nagybőgő, a brácsa és a citera alapjait. Élvezem azt is, hogy olyan testközelségbe tudok kerülni a népzenével, ami a normál átlagembernek nem adatik meg, és ez egy nagyon nagy élmény számomra. Mi mindent tudtok itt egy hét alatt megtanulni? Hát igazából én népzenén is, néptáncon is részt veszek. A néptáncban magyar palotkai táncokat tanulunk, népzenében is magyar palotkai népzenét tanulunk. Mondta Flóra néni, hogy lesz egy ilyen tábor, és hogy jöhetnék, mert lesz. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor jövök, megpróbálom, milyen. A szervezők kézműves feladatokkal is készültek a diákoknak, így a feledésbe merülő régi mesterségekbe is betekintést nyerhettek a résztvevők. A tábor a szokásoknak megfelelően közös műsorral zárult a hétvégén. A tanoda vezetői ugyanak következő hetekben maguk is nyári szünetet tartanak, már megvan a jövő évi foglalkozás időpontja is. Így az érdeklődők beírhatják a naptárba, hogy 2022. július 2. hetében ismét várja őket a dunafalvi népzene-néptánctábor.
Elkészülhet a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal felújítása 2022-re, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A korszerűsítés után akár 160 km/órás sebességgel is járhatnak a szerelvények. Tavaly októberben adott zöld utat a magyar és a szerb kormány a projektnek. A vonal elsősorban a magyar lakta településeket kötné össze, de a térség gazdasági szempontjából sem lesz elhanyagolható. A hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezték a halászléfőző kupát, melyre ezúttal is nagy létszámban érkeztek nevezések. A kispályás futballtorna pénteki zárónapján új bajnokot avattak a Vasvári Pál utcában. Vasárnap este az Európa-bajnokság is a végéhez ért, a bajaiak az ifjúsági szálló udvarán szurkolhattak a finalistáknak. 23. alkalommal rendezték meg a halászléfőző kupát, melynek ez alkalommal is a Vasvári Pál utcai műfüves pálya szolgált otthonául. Az idejében valamivel kevesebb csapat adta le a nevezését a tornára, kettő péntekig 12 alakulat küzdött meg egymással. A már hagyománynak számító bajnokságot most is nagy érdeklődés övezte, a hangulattal a pályán és a szurkolótéren sem volt probléma. Itt mindig a hangulattal nincs probléma, mert mi ezt már 1999 óta csináljuk, és ugye sokan nem tudják, de azért most elmondom, hogy Baján ez volt a halfőzéssel kapcsolatosan az első háromnapos rendezvény lenne a Szigetben a kispályás torna. Itt mindig jó hangulat volt, mert itt a srácok felszabadultan örömből játszanak, hiszen amatőrök, nincs nagy teher rajtuk, hogy itt minden áron nyerni kell, mind a mellett, hogy aki elindul, mindig nyerni akar. Kedden, szerdán és csütörtökön rendezték a csoportmérkőzéseket, ahonnan az első három alakulat kvalifikálhatta magát a negyed döntőkbe. A legjobb négy közéjutásért szoros csatákat vívtak a gárdák, végül a Harry Mix, a Casanova, a Stoppautó és legnagyobb meglepetésre a Seventeens együttese folytathatta az éremért való küzdelmet. Az is csoda, hogy eljutottunk az elődöntőbe, mert egy nagyon erős Youngboss-t vártunk meg. Hát, már ennek is örülünk, de nyilván győzni szeretnénk, minél tovább menni. Szóval természetesen a döntő a cél. A fiatal együttes végül a bronzcsatában volt érdekelt, ahol 2-1-re alul maradtak a Harry Mix alakulatával szemben, míg a döntőben a Bács-Bokodi Casanova 2-0 sikert ünnepelhetett a Stop autókereskedés csapata ellen. A Petőfi-szigetben zajló öregfiúk versenyében a bajnoki címet a siker szerezte meg, megelőzve a Sugovica Preceptum, a Feri és barátai, valamint a Gigászok csapatát. Hétvégén már csak kivetítőn keresztül követhették a futballeseményeket a szurkolók. Vasárnap rendezték az Európa-bajnokság fináléját, amelyet az ifjúsági szálló udvarában felállított letfalon izgulhattak végig az érdeklődők. Az egy hónapig tartó bajnokság szinte összes mérkőzésén megtelt a gasztroudvar, ahol minden vetítéskor fergeteges hangulatot varázsoltak a futball szerelmesei. Nagyon mozgalmas heteken vagyunk túl, hiszen végig izgulhattuk az összes EB meccset, főleg a magyarokat, hiszen volt, amikor 8-900 ember is egyszerre tombolt itt a gasztroudvarba, és hát elérkeztünk a fináléhoz, a döntőhöz, angol és olasz csapatok mérkőznek meg egymással. Én szeretném mindenkinek megköszönni, aki ellátogatott hozzánk, hiszen tényleg egy hatalmas hangulatot hoztak nap mint nap ide hozzánk, és ugyanakkor a kollégáimnak is szeretném megköszönni, akik folyamatosan dolgoztak léletszakadva, úgyhogy csak így tovább. A döntő rendes játék idejében egy-egyet mutatott az eredményjelző, így hosszabbításra került sor. Győztest még a 120. percben sem avattak, így 11-es párbajon dőlt el, hogy ki lesz a 2020-as Európa-bajnokság legjobbja. A büntető rúgást 3-2-re az olasz együttes hozta, így ők ünnepelhettek kontinensbajnoki címet. Szezonzáró kupán voltak eredményesek a Bajai Asztali Tenisz Sportegyesület növendékei, Bánócki László tanítványai, ezúttal Dombóváron ragadtak ütőt. A megyei verseny egyéni számában bajnoki címet szerzett Szabó Lénárd, őt a szintén bajai műhelyben pallérozódó Frank Sánta Erik követte, míg a párosok versenyében Kertész Kristóf és Ribár Otto is az első helyen végeztek. Az országos bajnokság egyéni számaiban sem hibáztak a sugópartiak. Kern Adrián első, Zsuffa Ádám a második helyen zárt. A két sportoló párosban is elindult, ott bronzérmet szereztek a fiúk. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden.
Halünnep 2021. Szombaton sokan gyújtottak a bográcsok alá, hogy megfőzzék a hungarikumot. Musicalek bűvöletében Weber darabjaiból válogattak a péntek esti zenés estre a Bajai Fiatalok Színházának szólistái. Futballpercek. Az elmúlt napokban két tornán is bajnokot avattak, előbb Baja, majd Európa legjobbjait ünnepelték. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor Attila várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Kedden derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. Napközben sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon több helyen megerősödik a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között várható.